Széchenyi Istvánnak, a 19. századi magyar történelem egyik legnagyobb hatású alakjának, a Batthyány kormány közlekedési miniszterének relikviái is megtalálhatók a múzeum gyűjteményében. A vitrínben látható egy óra Széchenyi Nagycenki kastélyából. Széchenyi gömb alakú, elefántcsont fogantyúval ellátott bambusznád sétabotja, valamint fehér elefántcsont tolszára, ezüstfogóval és acéltolszemmel a végén. Halála előtt 26 nappal, 1860. március 13-án Nagycenki jószág felügyelőjéhez, Hajnik Jánoshoz Döblingből írt sajátkezűleg levelet. A levél gazdasági természetű, szerzőjét teljes tisztánlátás jellemzi. A magyar nyelvű iratban Széchenyi Sopronváros földvásárlási ajánlatát mérlegelte, és intézőjét látta el utasításokkal. Az oldal alján elköszönés is szerepel. Isten áldja! Őszinte rokon szemvel, Széchenyi István. Gróf Batthyány Lajos, Magyarország első felelős miniszterelnöke, a reformkori ellenzék egyik legmeghatározóbb alakja, vértanúja volt. A mindössze 5 évesen árván maradt Batthyány Bécsben, majd Zágrábban végzett tanulmányait, illetve rövid katonai szolgálatát követően vette át örökségét, és költözött vissza a Vas megyei Ikerváron lévő birtokára. Fiatalkori éveiből származik az a Selyem dolmány, mely a Schmidt Múzeum állandó kiállításában is látható. A sárga alapon zöldleveles és fehér nárcisz mintás selyem damasztból varrott dolmány aranyzsinórozással van díszítve, valamint 6 csákóra vágott, kötött aranygomb található rajta, bélése pedig géppel tűzött. Már miniszterelnöki tevékenységéhez kötődik annak a kiáltványnak a szövege, melyet Jelasics Horváth bán támadására 1848. szeptember 13-án tett közzé. Batthyány ebben általános népfelkelést hirdetett, és így buzdította honfitársait. Magyar nemzet megszerzett jogait fegyverrel is kivívni, megóvni még mindig elég erős, elég hatalmas. A régi Zalavár megyei köznemesi családból származó Deák Ferenc, a haza bölcse, nem csak a reformkor egyik legmeghatározóbb alakja, de az 1867-es kiegyezés létrejöttének egyik központi figurája is volt. A Schmidt Múzeumban 2 hozzáköthető relikvia is megtalálható. Az egyik egy ismeretlen személyhez írt 1859-es keltezésű levél, melyet a Telbisz család ajándékozott dr. Schmidt Lajosnak. Ebben Deák a címzettől a Magyar Nemzeti Színház pénztárába befizetett összegről kér elismervényt. A másik emléktárgy egy vörös bársony kötésű imakönyv, melyet Deák Ferenc gyámleányának, Vörös Marti Mihály árván maradt leányának, Vörös Marti Ilonának ajándékozott első áldozása emlékéül. A könyvbe Deák az alábbi sorokat írta a nagy alkalomra. Vörös Marti Ilonának első gyónásakor emlékül Deák Ferenc Pesten 1860. április 23-án. Vörös Marti Ilona később Szél Kálmán Vasvár megyei birtokos, miniszterelnök felesége lett, és a könyvet egy rokonának, Szél Kittinek adta tovább, szintén első áldozási emlékként. Petőfi Sándor az egyik legismertebb magyar költő életének számos eseményéről találhatunk emléket a Schmidt Múzeum kiállításában. Fiatalkori éveit idézi meg rokona és barátja Orlai Petrics Soma egy festménye, melyen az 1844-ben Debrecenben vándorszínészkedő Petőfit útiládáján ülve örökíti meg. A fiatal költőről készült képet Orlai emlékezetből festette meg, hiszen az csupán 13 évvel később, 1857-ben készült el. Petőfinek az 1848-as márciusi eseményekben játszott meghatározó szerepére emlékeztet leghíresebb versének, a Nemzeti Dalnak egyik első nyomtatott példánya, amely Pozsonyban látott napvilágot. Végül feleségét, Szendrei Júliát idézi meg a korabeli nemzeti kokárda. A magyar hagyomány szerint ugyanis a pesti radikális ifjúság vezérei, Petőfi Sándor és Jókai Mór szerelmeiktől, Szendrei Júliától, illetve Laborfalvi Rózától kaptak először nemzeti színű kokárdát.